4 óránál is tovább tartott, amíg elhagyhatták az utasok a pokollá vált luxushajót. A Carnival Triumph 5 napig hánykolódott a tengeren, miután műszaki hiba miatt le kellett állítani a navigációs és elektronikai rendszerét. A luxushajó fedélzetén embertelen állapotok uralkodtak, az utasok szerint a falakról csorgott a szennyvíz, a szőnyegek vizeletben áztak. A hajó ugyanannak a cégnek a tulajdonában áll, mely a tavaly balesetet szenvedett Costa Concordiát is birtokolta. 5 nap hánykolódás után végre partot ért Alabama partjainál az az óceánjáró, amelynek a mexikói öbölben leállt a motorja, és a szennyvíz elöntötte az utasteret. A szárazföld puszta látványát az utasok kitörő örömmel fogadták. A pokoli útról legtöbbjüknek az elviselhetetlen bűz és a szennyvízben tocsogó kabinok fognak még évek múltán is eszükbe jutni. Ez nagyon kemény volt, a fedélzeten kellett aludjunk. A higiénia katasztrofális volt, emlékszik vissza a partot érést követően ez a nő. A szennyvízben is úszó hajó kikötését több százan várták a parton. Az utasok többsége törölközővel és zseblámpával botorkált le a fedélzetről. A 4200-nál is több utasnak mindössze egy lift állt rendelkezésére, hogy leszálljanak az óceánjáróról. Többekre a partot érést követően is hosszú út várt még. Több mint 100 busz segítette a bajba jutott utasokat hazatérni. A baleset még vasárnap történt, amikor a hajó motorjában tűz ütött ki. Senki sem sérült meg, de leálltak az áramfejlesztők, és a lángok tönkretették a hajó vízvezeték rendszerét is. Később egy tartalékgenerátor állított elő némi áramot, de azt nem lehetett megakadályozni, hogy a szennyvíz elöntse a kabinokat is. A legénység minden igyekezet ellenére a tragédiában egy szívbeteg nő meghalt, mivel elfogyott a gyógyszere. A hajót üzemeltető cég a tulajdonosa a Costa Concordiának is, amelynek fedélzetén tavaly 32-en vesztették életüket, miután felborult az olasz partoknál. A cég most a jegyárak visszatérítése mellett fejenként egy $500 kuponnal próbálja meg kárpótolni a pórul járt utasokat.